Tükörsima felületű medencék, rendezett füves terület, ez a látvány fogadta stábunkat június 5-én hétfő reggel a paksi Ürgemezei strandon. Később gyermekes családok vették birtokukba a pancsolót, a kicsik nagyon élvezték a vizet a 25 Celsius fokos melegben. Kora délután többen kipróbálták a nagy medencét is, és úsztak egyet. A fürdőzők azt mondták, nagyon várták a strand nyitását, és úgy tervezik, hogy hetente többször látogatják majd a létesítményt. Leúszom a szokásos köreimet, ez 1000 méter, ez hetente egyszer, kétszer, illetve háromszor, ahogy időm engedi, de hát ez nyilván csak lelkes amatőrként. Az idei szezonban is mindhárom medencét tudják használni a strandolók, mondta Szabó Péter, Paks polgármestere. Nagy öröme így számomra, hogy az úszók is úgy tudják igénybe venni, hogy a nagy medencét is használhatják, hiszen az úszók számára nyilván az jelenti a kihívást, vagy nyilván ott tudnak ennek a sportolási lehetőségnek eleget tenni, ott tudnak úszni, de természetesen az élménymedence is és a pancsoló is a mai nappal, június 5-ével megnyitotta kapuit a strandolók előtt. Remélem egy nagyon jó nyarunk lesz, és minél többen tudják igénybe venni majd a strand szolgáltatásait. A nyitvatartás a korábbi évekhez képest nem változott, a jegy és bérletárak minimálisan emelkedtek. Az energia nagyon sokba kerül minden önkormányzat számára, és minden, nem csak önkormányzatok számára, vállalkozók számára is. Mi is, hát sajnos egy kisebb volumenű emelésre kényszerültünk a belépődéjeket illetően, 20%-kal emelkedtek a belépődéjek, de még így is Tolna vármegyében, tudomásom szerint a paksi városi strand a legolcsóbb, amely a szolgáltatást tudja biztosítani. A 6 és 8 óra közötti időszakra szóló reggeli úszójegy 800 forintba kerül, a felnőtt napi jegy ára 1500 forint, a tanuló nyugdíjas napi jegy 1200 forint, a 10 alkalmas felnőtt bérlet 12000 forintba, míg a tanuló nyugdíjas bérlet 9000 forintba kerül. A csúszdát 1000 forintért lehet használni, 3 éves korig a kisgyermekek ingyen strandolhatnak.